Németi Emese, Kovács Levente, Lélek Sándor, Stéfán Bodor Mária, Medgyesfalvi Sándor, Molnár Júlia, Dobos Imre. Darúci István, Firtos Edit és Török Sándor főszereplésével bemutatjuk a Végzetes Szerelem című film első részét. Cuando hay pasión, me entiendes con un beso. Cuando hay pasión, te entregas sin medida. Cuando hay pasión, tu amor me da la vida. Cuando hay pasión, más y más te quiero. Cuando hay pasión, te amo y te deseo. Cuando hay pasión, antes creí amar. Pero es ahora a tu lado, cuando por primera vez estoy enamorado. Nézze, kisasszony! Itt is van! Renaldo! Inés! Hogy vagy? Jól! És te, Pedro, hogy vagy? Nagyon jól! Jó, köszönöm, kedves tőletek! Mindig nagyon boldog vagyok, amikor ismerősök várnak. Nem kell megköszönned, Renaldo. Ha tudnád, mennyire örülök, hogy visszajöttél. Gyerünk, meséld el! Hogy vagy? Jól. Hogy vannak a testvéreim és a gyerekeim? Jól vannak. Mindannyian készülődnek a nagy eseményre. Most pedig hallja, milyen volt az orvosi vizsgálat? Elég jó volt, de még csinálnom kell néhány analízist. Ez azt jelenti, hogy még vissza kell menni? Úgy van, ahogy mondod, kedvesem. Be kell csapnom Anselmi doktort, hogy jelen lehessek a testvérem esküvőjén. Miért, Renaldo? Valami baj van? Semmi, amiért aggódnod kellene. Renaldo, valamit titkolsz előlem. Mit mondtak az orvosok? Majd elmondom, amikor eljön az ideje. Most nem akarom, hogy a családom emiatt nyugtalankodjon, különösen a testvérem, akinek pont most van az esküvője. Inés kiment Renaldo elé a repülőtérre. Bocsánat. Bocsássatok meg. De azt mondta? Elnézést. Csak azt nem mondd, hogy megijedtél egy csóktól. Szerelmem. Nem számít. Nem számít, mert néhány óra múlva férj és feleség leszünk. Ideges vagy? Képzelheted, drágám. Már a gondolat is, hogy az anyakönyvvezető előtt állunk, olyan izgalommal tölt el. Nem tudom elhinni. Daniela Malawi ideges lett. Miért, drágám? Nézd, te csak azt kell mondd a jegyzőnek, hogy igen, beleegyezek. Még mindig ideges vagy? Nem, szerelmem. Szeretlek. Én is nagyon szeretlek. Ha tudnád, mennyire boldog vagyok, hogy a testvérem ma hazajön, és mert összeházasodunk. Szeretlek!
Renaldo, egy rossz indulatú daganatról van szó. Minél hamarabb meg kell operálni. Ez alatt a műtét alatt akár meg is halhatok. Uram, Diana kisasszony keresi. Köszönöm. Diana? A mindenit, de hamar megtalált az én titkárnőm. Renaldo, azonnal ide kell jönnöd a céghez. Nagyon sürgős. De hát mi történt? Felrobbant egy számítógép? Örülök, hogy ilyen jó kedved van. De komoly dologról van szó, Renaldo. Azonnal gyere ide. Pedro, kérlek, vigyél azonnal a céghez. Igenis. Hogy a céghez, Renaldo? El kellene mennünk Jenniferért a medencéhez. Kérlek, a kislány már alig várja, hogy lássam. Igazad van, de megpróbálok minél hamarabb hazamenni. Menj el te Jenniferért, majd otthon találkozunk. Van valami gond a cégnél? Nem tudom. Azon csodálkozom, hogy Armando nem személyesen hívott fel. A repülőgép leszállt. Reynaldo Nunez az országban van. Értettem. Elnézést, Malave úr. A cégnek vannak eladó részvényei. Veszek! Veszek! Rendben. Apa, mondd, te tudod, mit csinálsz? El tudod képzelni, mennyi pénzt vettél el a cégtől? Te mit gondolsz? Csak nincs szándékodban átvenni a cég összes részvényét. Renaldo Nunez tud mindenről? Ezúttal Renaldo Nuneznek lőttek. Nem értem. Hiszen a lányod Daniela éppen most megy feleségül a testvéréhez. Ki mondta ezt neked? A családom. Kislányom, csak te hiányzol. Te, aki eltűntél az életemből egy ilyen napon. Éppen akkor éjjel, amikor világra hoztalak. Ma tölten itt be a 17. évedet, kislányom. És akkor egy igazi Malave lenni. 17 év, drágaságom. Ki fogom használni az alkalmat, hogy korobotóhoz fohászkodjak, védjem meg minden rossztól. Amen. Köszönöm, nénikém. Tulajdonképpen egy sokkal szebb ruhát szerettem volna ajándékozni neked. De nem volt más választásom, drágám. Jaj, hagyd már a butaságokat. Jaj, kislányom! Milyen szebb ajándékot adtál volna nekem, mint ezt a házat. És a szeretetet. Édesem. Boldog szüli napot! Köszönöm, Ophelia asszony. Önnek is, atyám, és neked is. Hét év hosszú szenvedést telt el. 17 hosszú év, amelyben azért harcoltam, hogy megtaláljam a lányomat, de csak neked sírtam el a bánatomat. Te ismered az okot, amiért kénytelen voltam őt elhagyni? Anélkül, hogy tudnám, hogy soha többé nem fogom majd a karjaimba szorítani. Ez az egyetlen, ami kellemetlen a születésnapomon. Ilyenkor eszembe jut, hogy éppen egy ilyen napon a nevelő szüleim egy folyón találtak rám. Mesztelenül, néhány naposan, csak ez volt nálam. Ez egy nagyon szép medál, kislányom. Aranyból készült. Maricella,
Eszedbe jutott egyszer is, hogy talán a szüleid gazdag emberek? Nem. Felőlem tele lehetnek pénzzel, mert az olyan szülők, akik elhagyják a gyermeküket, nem érnek semmit. Mára befejeztük. Rendben. Igazán nagyon örültem. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy segített. És a figyelmet is, amit rám szánt. Igazán sokat segített. Nagyon köszönöm. Én köszönöm önnek, hölgyem. Akkor hívjon, amikor csak akar. Biztosan hívni fogom, doktor úr, tényleg. Viszontlátásra. Köszönöm. És köszönöm. Még egyszer nagyon várom köszönöm. Várom vissza mi hamarabb. Lássuk csak. Igen. És most? Azt hiszem... Mára befejeztük. Igen, doktor úr, hála Istennek. A mennyasszonya már sokszor kereste, hogy megmondja, nehogy elfelejtse kivenni az öltönyét. Igen, ma házasodik az unokatestvérem, Luis Guillermo, és meg is ölne, ha elkésték, mert én vagyok az egyik tanúja. Ha minden férfi olyan lenne, mint ön. Igen, pontosan. Azt szeretném, ha Michel is megértené, hogy minden frissen végzett orvos teljesen a munkának kell szentelje magát. Holnap találkozunk. Doktor úr, most, amikor Daniel a férjhez megy, gondolom a testvére is követi a példáját. Ki tudja, talán a következő esküvő az öné és Michel kisasszonyé lesz. Szia! Renaldo bement a céghez, de hamarosan itt lesz ő is. Te pedig, Jennifer, gyere fürödjünk meg, hogy nagyon szép legyél, amikor apa hazajön. Pedro, és hogy érezte magát az én szépséges unoka? De én nem akarok többet oda menni. Nem akarok többet úszó lettét venni. Miért, drágaságom? Nem tudom, nem érzem ott jól magam. Na, nem mond. Akkor miért kényszerítik rá, drágám? Nem tudom, de nem akarok többet úszó órákra menni. Inesnek az a véleménye, hogy egy idő után meg fogja szokni. Azért külditek, mert Ines ezt gondolja. Bocsáss meg, de szerintem ez kegyetlenség. Elnézést, Daniela kisasszony, de ezek a dolgok csak is a családra tartoznak. Engedd meg, hogy emlékeztessenek. Néhány óra múlva én is ennek a családnak a tagja leszek, tudod? Miközben te megmaradsz egy kis... Egy pillanat. Nem gondoljátok, hogy semmiségét veszekedtek? Rendben, Luis Guillermo, de kérlek, emlékeztesd a mennyasszonyodat, hogy én vagyok Jennifer nevelője. És aki a dolgaiban dönt, az is én vagyok. A testvéred beleegyezésével természetesen. Bocsássatok meg. De hát, te nyugodtan ülsz karba tett kézzel, miközben ez a beképzelt kis lyuk gúnyolódik velem! Nyugodj meg, drágám. Neved rossz néven. Ines azt akarta mondani, hogy... Nem érdekel, hogy mit akart mondani Ines. Csak annyit mondok neked. Nem akarom, hogy ott legyen az esküvőn. Bocsáss meg, szerelmem. Bocsáss meg nekem. Esküszöm, hogy nem akartam megbántani. De be kell ismerned, hogy meg kellett tennem. Megérdemelt ez a kis ribanc. Aki azt hiszi magáról, hogy egy igazi malávé és bárkiből gúnytűzhet. Nem a megfelelő nőbe lettél szerelmes. És amikor eszembe jut, hogy semmit sem tehetek, hogy megakadályozzam az esküvőt ezzel a nővel, aki nem érdemel meg téged. Egy hülye kis ribanc! Nem értem, hogy viselitek el! Most megyek, mert Berta nénikém meg kell csinálja a frizurámat. Gyere ide, szerelmem, ne menj el így. Hol van a mosolyod? Az az érzésem, kicsit durva voltál Ineshez. Nem, Luis Guillermo. Nem voltam durva hozzá. Azt hiszem, meg kellene mondanod Renaldónak, hogy dobja ki innen ezt a nőt. De kérlek, kedvesem, tudod, mióta lakik Ines ebben a házban? Drágám, azt hiszem, hogy ez a nő szerelmes beléd. Hogy belém szerelmes? Ugyan? Drágám, ez egy butaság. Akkor miért veszekszünk, valahányszor beteszem ebbe a házba a lábam? Aha. Szóval féltékeny vagy? Féltékeny vagy Inesre? Ha? Lehet, hogy nem is veled van bajom.
De kérdem én, a te bátyád, miért viselkedik ilyen tapintatosan ezzel a nővel? Feltételezem, hogy mindenre van magyarázatod, Diana. Mi történik itt? Mi a titok? Megmagyaráznád nekem, hogy mi történik itt? Nem tudok neked semmi biztosat mondani, de érzem, hogy valami különös dolog történik. Azért hívtál ide a testvérem esküvőjének napján, hogy egy egyszerű feltételezést hallgassak meg. Tegnap egy csoport hallgató volt itt. És akkor mi van? Mi ebben a különleges? Nem ugyanazok voltak, mint az elmúlt években. Azt tedd oda, kérlek. Ezt leteltem ide? Nem, nem. Innen kezdjük a terítést. Minden készen áll, asszonyom. Kérlek, hozd ide az asztalterítőt. Igen, asszonyom. Ej, Ines. Hamarosan feleségül veszem életem asszonyát. Tudom, hogy neked elmondhatom, hogy Daniela számomra a legcsodálatosabb nő, akivel valaha is találkoztam az életben. Ha tudnád, hogy mennyire boldog vagyok. Igen. Elég csak az arcodra nézni. Tudod, szeretnék tőled elnézést kérni a történtekért. Azt hiszem, túl durva voltam Danielával. Legyetek nagyon ügyesek, lányok. Nem, nem, Ines, ne aggódj. Majd elfelejti. Tudod mit? Nagyon szeretném, ha ti ketten megegyeznétek. Mert Daniela itt fog lakni, és jó lenne, ha mindannyian boldogan élhetnénk ebben a házban. Ines? Nem kedveled Danielát? Te el fogod venni őt. Nem számít, mit gondolok én. De azért előkészíted a ruháimat, igaz? Menjünk! Most megyek, és előkészítem a ruháidat, jó? Ines? Igen? Szeretnék kérni tőled valamit. Egy szívességet. Kérj, amit akarsz. Szeretném, ha nem jönnél el a polgári esküvőre, hogy elkerüljük az esetleges veszekedést köztetek. Persze. Értem, Luis Guillermo. Jól van. Tudom, hogy a te döntésed. És elfogadom. Megvonták a hozzáférési jogomat az anyagi kimutatáshoz, és a te számítógépedhez is. Gondolom, hogy Armandónak mindenre van magyarázata. Az irodájában van? Nem. Nem, az autója nincs a parkolóban. Nincs itt. Azért kértelek, hogy gyere. Azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk ezt az ügyet, nem? Megvizsgálni? Diana, ez inkább olyan, mint egy kémkedés. Elfelejtetted talán, hogy a Nunez család ugyanolyan tulajdonos ennél a cégnél, mint a Malawi. Nézd már, későre jár. Majd holnap mindent megbeszélek vele személyesen. Renaldo, nézd csak! Ez egy új beosztás. Egy új beosztás, ahol nem látom a nevem. És hol van itt az én helyem? Már nincs helyed. Szervusz, kérlek! Szervusz. Igen, látom, hogy nincs. De mi történt? Talán meg akarod vásárolni a részvényeimet? Tulajdonképpen. Egyszerűen csak már nem vagy ennek a cégnek a tulajdonosa. Várj egy kicsit, értékelem a humorodat, de ezt a tréfát igazán nem értem. Mert gondolom, hogy ez csak egy vicc, nem igaz? Nem, egyáltalán. Elvesztetted az összes részvényedet ennél a cégnél. Már nem vagy részvény. Tudod, milyen gyönyörű leszel? Jaj, anya, a frizurám még sehol. Nénikém, a 18. oldalon van az a frizura, amit szeretnék, oké? Jól van. Akkor én most
elmegyek a templomba, Campusano elvisz engem a Núñez családhoz. Megígérem, hogy pontos leszek. De anya, miért kell neked éppen ma templomba menned? Jó napot, nénikém. Isten hozott, drágám. Hogy ment? Semmit nem kerestem. Egyetlen tűt sem tudtam eladni. Drágám, nem élhetsz így tovább a szerencsére bízva magad, édes kislányom. Keresned kellene egy rendes munkahelyet, ahol jól megfizetnek. Nagyon nehéz jó munkát találni. Foglalkozz csak a saját dolgoddal. Jaj! Mi van veled, nénikém? Mi van veled? Jaj, mi van veled, nénikém? Mi az? Felfa! Istenem! Hogy fogom megmondani a testvéreimnek, hogy elvesztettem az összes részvényemet a cégnél? Az az igazság, hogy... Armando, gondolod, hogy nincs üzleti érzékem? Ez egy nagyon jó kérdés, Renaldo barátom. De erre csak is te tudsz válaszolni. Biztos, hogyha apám nem hal meg abban a balesetben, ez nem történt volna meg. De én voltam a legnagyobb fiú, és át kellett vennem a helyét. Szegény. Szegény apám. Biztosan nagyon szégyenkezne miattam, hogyha élne. Mit mondok a testvéreimnek? Nos, megmondom neked, hogy ők sem voltak túl racionálisak. Mindig csak pénzt kértek tőled. És adósságba sodorták a céget, egyre jobban, miközben te külföldön voltál. Hogy rendbe hozd az egészségedet. Armando, kérlek, nem szeretném, ha kitudódna. Tartsuk titokba az egészet. Nem szeretném semmivel megzavarni a testvérem esküvőjét a lányoddal. Hogy elmarad az esküvőm? Mit mondasz, nénikém? Igazán sajnálom, Daniela. Tudom, hogy te nagyon sokat reméltél ettől az esküvőtől. De képzeld el egy pillanatra, hogy Louis Guillermo nem az a milliómos, akiről álmodoztál. De hát miért kéne nekem ezt az ostobaságot elképzelnem? Daniela, drágám, te és Mihel olyanok vagytok, mint a saját lányaim. Hidd el. Hidd el nekem, nagyon sajnálom, hogy mindezt át kellett élned. De hát mondd már, mert egyre idegesebb leszek. Hova akarsz kiukadni? Egyszerűen nem mehetsz hozzá Luis Guillermohoz, és tudod miért? Mert teljesen le vannak égve. Tessék! Amikor majd apa megérkezik, kérni fogok tőle egy csekket, hogy megvehessem az együttes felszerelését. Ez csak azután, amikor én már beszéltem a testvéremmel. Kedvesem, ki akarom üríteni a kaszinót. És ehhez komoly pénzösszegre van szükségem. Nekem pedig turnéra kell mennem Franciaországba, aztán Philadelphiába megyek. Mondtam már nektek, hogy Juan Carlos részt vesz egy szépségversenyen? A turné után pedig ott szeretnénk találkozni. Biztos vagyok benne, hogy Renaldo erre is ad pénzt. Gabriela? Igen? Vidd arrébb a kocsidat, kérlek. Hihetetlenek vagytok. Csak az anyagiak foglalkoztatnak titeket. Miért nem akartok inkább tovább tanulni? Hogy karriert csináljatok? Nagyon kihasználjátok Renaldo jó szívűségét. Lehet. De én vagyok a hibás, mert mindent a kedvükre tettem. De hogy is mondhattam volna nemet ezeknek az árva gyerekeknek? Ehhez még hozzá kell adnom minden adósságodat, amik az évek alatt felhalmozódtak. Nézd, minden itt van. A te aláírásoddal. Minden pontosan ki van számolva. Igen. Mindennek tudatában vagyok. De soha nem hittem volna, hogy olyan helyzetbe kerülök, hogy elveszítem a részvényeimet. Armando, lennie kell egy megoldásnak, hogy kimásszunk ebből a csávából, nem? Persze. Természetesen. Jogod van visszaszerezni a részvényeidet.
Ha fedezni tudod ezeket a költségeket. Itt most. Azonnal. Úristen. A mindenit, Malavé asszony. Mennyire örülök, hogy látom. Köszönöm, atyám. Szeretnék valamit kérni öntől. Állok rendelkezésére. Különösen, hogy egy ilyen kedves szeméről van szó, mint ön. Aki olyan sokat áldozott a templomunkra. Mondja csak, miben segíthetek? Atyám, szeretnék meggyunni. Ha belegondolok, hogy ezen a papíron rajta van mindaz, ami egy élet munkájából megmaradt. Az apám munkájából. Tudod, Armando, apám mesélte nekem, hogyan kezdtétek el. Éjjel-nappal dolgoztatok. Hétvégeken is. Fiatalok voltatok. Tele lendülettel. És reméltétek, hogy egy sikeres üzletet alapítotok, és az álomból valóság lett egy hatalmas, hatalmas nagy üzlet, ahol most te vagy a főnök. Apámnak ez nem adatott meg. Ő mindig csak a barátaival üzletelt. És ez teljesen tönkretette. Mert minden barátja becsapta őt. És te úgy szintén, Malavé! És ez a legsúlyosabb, amit tehettél velünk. Nyugodj meg, barátom. Rosszul vagy? Nem hinném, hogy ez téged érdekelne. Megalálva érzem magam, eltaposva. Becsapva és kigúnyolva egy olyan ember által, aki apám legjobb barátja volt. Te készülj fel, Malavé! Készülj fel, mert imádkozni fogok Istenhez, hogy adjon nekem egészséget, hogy harcolni tudjak ellened, hogy bebizonyítsam, hogy csúnyán átvertél. És ha ez sikerül, börtönbe záratlak, megértetted?